szentmisével egybekötött tanévzáró ünnepséget tartottak a Pál apostol katolikus általános iskola és gimnázium kápolnájában június 19-én. A rendezvényen a fővárosi és országos versenyeken sikeresen teljesítő diákok jutalmazására is sor került. Az eseményen többek között részt vett Dunai Mónika országgyűlési képviselő, Gyetván Gábor atya, az Esztergom budapesti főegyházmegyei katolikus iskola főhatóság főigazgatója, és Horváth Né Vince Judit, az iskola igazgatója is. Június 19-én a Pál apostol katolikus általános iskola és gimnázium kápolnájában szentmisével egybekötött tanévzáró ünnepséget tartottak. A rendezvényen elsőként Gyetván Gábor atya, az Esztergom budapesti főegyházmegyei katolikus iskolai főhatóságának főigazgatója tartotta meg beszédét, melyben hangsúlyozta, az egyik legfontosabb dolog az, hogy mindenki megtanulja, kire kell hallgatni, és kinek a tanácsait érdemes megfogadni. Mi vagyunk a képviselők. A tanárok is, a pap is, és nyugodtan ide sorolhatjuk még a szüleiteket. Hiszen ha megkérdezzük, ki az, aki tanít benneteket, és ki az, akire úgy igazán mertek is hallgatni, akkor bizony ez a három lesz. Az embernek az édesanyja, édesapja, a tanára és az Úristen. Ezek legyenek azok, akikre hallgattok. Hozzátette, ne felejts el senki a nyári szünetben sem, merjenek a tanulók úgy élni, hogy minden szavukért és tettükért tudják vállalni a felelősséget. Gratulálok! Ezt követően azokat a diákokat jutalmazták, akik fővárosi és országos versenyeken egyaránt öregbítették az iskola hírnevét. A díjak átadásában segítkezett Dunai Mónika országgyűlési képviselő, Gyetván Gábor atya és Horváth Né Vince Judit, az intézmény igazgatója. Többek között kiosztásra került a Mórusz Szent Tamás díj is. A díjátadó után Dunai Mónika országgyűlési képviselő tartotta meg évzáró beszédét, melyben köszönetét fejezte ki a diákoknak és a pedagógusoknak. Büszke vagyok arra országgyűlési képviselőként, és ezt mindig hangoztatom is a többi körzet képviselőinek bent a parlamentben, hogy itt Rákos mentén kiváló iskolák működnek, és ezek közül az egyik legkiválóbb a Pál apostol katolikus általános iskola és gimnázium. Nagyon-nagyon nagy köszönet ezért az iskola pedagógusainak, minden dolgozójának és minden diáknak. Hozzátette, hogy a nyári szünet után is azt kívánja a diákoknak, hogy tovább építkezzenek ezen a sikeres úton. A tanév bezárása előtt Horváth Né Vince Judit, az intézmény igazgatója olvasta fel a 6 évfolyam kitűnő és jeles tanulóinak népsorát.